Az Egri iskola udvarán közös bemelegítéssel kezdődött a sportnap. Az iskola két diákja mutatta be a mindent megmozgató gyakorlatokat. Zenére mozogtak a tanulók. A gimnasztikai gyakorlatok levezetésére készültek a lányok. Én magam is sportolok már kiskorom óta, heti háromszor. Nagyon jó érzés volt, hogy az iskola minket kért föl, hogy csináljuk a bemelegítést. A kicsiket is nagyon jó érzés volt látni, hogy sportolnak, hogy milyen aktívak. Flóra osztálytársa Lia is évek óta aktívan részt vesz a sportrendezvényen. Fontosnak tartja az egészséges életmódot, mozgással tölteni a szabadidőt. Szerintem nagyon fontos a sport mindenki életében, hiszen a gép előtti kockulás az annál sokkal felejthetetlenebb a sport, és szerintem nagyon jó élmény mindenkinek, és én is heti háromszor kézilabdázok és táncolok, és engem ez nagyon feltölt. A gyakorlatok után az alsósok a sportpályára mentek, ahol az osztályfőnökök elmondták a feladatokat. Kijelölt pályaszakaszon futottak. A korábbi évekhez hasonlóan annyi métert, ahányadik évet írunk. A teljes tanuló létszámot mozgatjuk ebben a programban. A Magyar Diáksport napjához csatlakozott iskolánk minden évben, amióta ezt a programot meghirdették, és itt ebben a szép őszi időben, ezeken a napokon változatos programokat szervezünk. A felsősök terepen futották le a 2022 méteres távot, a zöld környezetben osztályonként teljesítették a kitűzött célt. A mozgás ösztönző napon több sportágba is belekóstoltak a tanulók. A futás után sportkötélugrok tartottak bemutatót, a hazánkban is népszerű versenysportot sokan ki is próbálták. A 14 éve indult Magyar Diáksport Napja program adta az Európai Diáksportnap ötletét is. Mára, szeptemberben, a témanapon több millió gyermek sportol.